Kollégáink lelkesen meséltek a 8. diákoknak kreatív műhelyünk működéséről. Egy héten 5-ször jelentkezünk friss hírekkel este 6 órától, emellett pedig magazinműsorokat is gyártunk, melyek palettája az évek során szépen kibővült. A kulisszák mögött arra is fényderült, hogy mielőtt egy anyag adásba kerül, milyen részfeladatokat kell elvégezni. Ilyen többek között a forgatások leszervezése, beosztása, a nyersanyag megszerkesztése, felnarrálása és vágása, valamint, de nem utolsó sorban a híradó felvétele és összerakása. A program interaktívra sikeredett, ugyanis voltak, akik megpróbálkoztak például a hírolvasással. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődik az idei vizsgaidőszak, amely során 1162 helyszínen várhatóan mintegy 114.700-an érettségiznek majd, közölte az oktatási hivatal. Olyan bátor jelentkezők is akadtak, akik vállalkoztak egy riport elkészítésére, mely rendhagyó lett. Ugyanis a fiatalok a Gyűrűk ura című könyv és filmsorozatból nyertek hozzá inspirációt. Az interjú sikeréhez mi is hozzájárultunk, ugyanis némi utómunkával a témához illő hátteret teremtettünk. Milyen kapcsolatot ápol Gandalfal? Gandalfal nagyon jó kapcsolatot ápolok, most is itt van a színfalak mögött, és drukkol nekem, hogy jól sikerüljön ez az egész. Ha már szóba kerültek a filmek, megkérdeztük az iskolásokat arról, hogy milyen médiatartalmakat fogyasztanak manapság. Napi szinten nézek néha youtubereket külön-külön. Nagyrészt a játékok miatt szoktam nézni őket, de van, mikor csak a beszédjüket hallgatom, hogy mikről beszélgetnek, mert főleg, hogy olyan játékokról van szó. Igen, egyetértek Sándor, én is napi szinten nézek ilyen youtubereket, ilyen podcasteket. Az említett közösségi videó megosztót a Makó TV is használja. Csatornánkra az összes anyagunk felkerül, ami rendkívül fontos az archiválás szempontjából. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy hivatásunkat milyennek találják a tanulók. Nyilvánvalóan hosszadalmas és nehéz munka a vágás, a szerkesztés, illetve a riporterkedés is. Úgy minden nehéz munka, de a vágás az eléggé, hát nem a legkönnyebb munka benne, mivel ott mindent időre vágni, pontos idő, hogy minden meglegyen, az nem a legkönnyebb munka. Csapatunk a folyamatos hírszolgáltatása, stúdiólátogatások biztosítása mellett igyekszik aktív és hasznos szerepet betölteni Makó és a térség életében egyaránt. Az elmúlt évek során többször álltunk már például jótékonysági kezdeményezések mellé. Standunknál a Hagymafesztiválon értékes nyereményekért játszhattak a kilátogatók. Valamint, de nem utolsó sorban elkötelezettek vagyunk abban, hogy olyan kis filmeket készítsünk, melyek megmutatják másoknak, hogy mennyi kincset rejt magában ez a város és a környező települések.